Erőt, egészséget, kedves bajtársak! Ezt a kavágém csinál, Raptorom és a szolgálatra jelentkezem. És mint ahogy láthatjátok, újra itt vagyunk a Medivel dinasztiában. A kis térképet, amit elkezdtünk. Ugye az előző részben leköltöztünk ide. És megpróbáljuk itt belakni ezt a területet, amennyire csak lehet. Hogy itt három város is úgymond közel van, ahol majd el tudunk futni egyéb dolgokért. Illetve itt van egy barlang, és hát... nem olyan messze, mondhatni itt van még egy. Ami eddig történt, az az, hogy felhúztam még egy házat, ugyanis kellene beköltöztetni embereket. Illetve megcsináltam ide a műhelyet, egy raktárat. Ugye a fás dolgot, ugye ez az árcsoló állvány. Ugye tudunk deszkát, meg tűzifát, meg egyéb dolgokat készíteni magunknak. Illetve... ide fognak majd jönni még az egyéb dolgok. Ide majd húzunk ki még egy utcát, valószínű, hogy ezt fogjuk folytatni. És akkor még ide kellene majd egy műhely, amúgy pedig a vadászkúnyó és egyéb más. Itt található egy éléskamra, ugye ez majd kellni fog ahhoz, hogy tudjunk beköltöztetni embereket. Ugye már készítettem is be egy kis vizet, meg egy kis húst. Ugyanis ez lesz a mai napnak a fő csapás iránya. Itt így van egy kút, ugye nem majd tudjuk húzni nekik a vizet. Illetve itt van egy konyha, ahol majd tudunk főzőcskézni. Terveim szerint, ha minden jól megy, akkor itt fogjuk elkezdeni a nagy mezőgazdasági földművelést. Itt ezen a részen majd. Ugye állattartás, meg minden egyéb dolgot. Ide majd szépen ültetünk fákat, meg egyéb dolgokat, úgymond ez lesz itt a mi kis falunak a főtere. Ha megnézitek, akkor itt ugye megpróbáltam kihagyni nagyjából itt ezt a területet. Ide fognak majd még jönni házak erre a részre, ide pedig az ilyen egyéb műhelyek, meg ilyesmik. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire fog működni. Ide pedig teljesen ugye a mezőgazdasági rész, itt meg még lesz egy pár házikó. Oké. Mi az, ami még ugye van? Megvettem ugye a táskát, most a nagy tarisznyát, illetve az egyszerű nagy hátizsákot. Így most fölmentünk 65 kilóra, amit ugye magunkkal tudunk cipelni, és elég sok ilyen apróságot hordok mindig magamnál. Ami lehet, hogy tök fölösleges is, de jó azért, hogyha nálam van például a láncsa, meg csákány, meg egyéb dolgok. Van még nálunk 10 hús. És bogyók, tényleg a bogyókat is elfelejtettem betenni. Az előző részben ugye még csak egy házunk volt, egyetlen egy házikó. Most viszont azért szépen kinőttük magunkat, mondhatjuk így. Ugye itt még folytatni kéne az utat. Talán nagyjából egyenes, de nem biztos. Hát itt ugye nem tudom közelebb húzni, mindegy, mindegy is. Viszont szerintem meg tudom csinálni. Így, meg itt megpróbáljuk itt ezt az egészet lefedni. Így, hogy majd lehet, hogy ültetünk egy fát, hogyha eltérít a terület, de hogyha nem, akkor majd lehet, hogy még csinosítunk rajta egy kicsit. Megint is tudunk majd szerintem fát ültetni, vagy valamit. Jó. Ugye a mai terv egyelőre az az, hogy jött van a nyár, hogy még egy házat, nem házat, a vadászkúnyót kell főhúzzunk elsősorban. Az fontosabb. És mivel ide akarok majd tenni még egy ilyen fás kunyhót. Ezért itt majd körbe kéne vigyem az utat, lehet, hogy ezt már most meg is csináljuk. Nagyjából szépre kihúzzuk. Így valahogy. És akkor ide majd elvileg el kéne, hogy férjen még egy
Még egy ilyen fás kamrának. És nem fér el. Aha. Jó. Igen, tudom, ezt már az előzőekben is láttátok, hogy hogyan kell utat elbontani. Ezt szerintem nagyon profin megtanultátok. De hát, ez van. Néha bontani is kell. Ha? Vagyok, ne problémázzon annyit ez a dolog. Ezért itt szépen... Itt hozzuk le, azaz. És akkor azt majd megépítjük valamikor. Jó. Én szerintem, ha már vadászkunyhó. Ez fűvész, vadász. Akkor azt érdemes így az erdőbe valahogy kiterni. És az se baj, hogyha ez a fa itt lesz. Szerintem. Ezt itt meghagyjuk, itt ezt a részt egyenlőre. Aztán majd meglátom. Várjuk, aztán viszem meg, hogy mi kell hozzá. Mik az elsődleges 8 darab kő. Egy, kettő, három, négy, Orbán szűnöm kell. Fejlesztettem amúgy ezt a látásmódot is, hogy köveket meg az ilyesmiket jól lássuk. Ezt gyors bele kútoktatom. Kell 8 röng. Akkor itt ezeket a fákat tüntetjük el. Egyelőre. Nincs lapátom. Hát nincs lapátom. Igen, nincs lapátunk. Ja. És megint sötét van. Lapát kettőrönk. Akkor az első. Hát azt mondja, erről is kraftoljuk egy lapátra. Lapátocskára inkább úgy mondom. Oké. És megint sötét van. Elmegyek, alszok egyet. Ne sötétbe legyünk. Következő napig kösz. Azért lássunk valamit. Most hát főleg ti. Ha elkészült ez a kettő épület, vagyis hát egy épület, akkor kell két ember. Egy favágónak, egy pedig vadásznak.
Azt nem tudom viszont, hogy mi az, ami jövedelmező most ebbe a játékba. Mert a kés az nem. Régen a kőkéssel egész jó pénzt lehetett keresni. Á, de most nem. Hűha! Ezt is kilapátoljuk innen. Van nálunk 11 darab rönk. Ó, még itt is hagytam egyet. 12. Ezt az egyedülálló fát, ezt kicsapjuk. Ez nem fog ide kelleni. Aztán meglátjuk. Hogy mennyi rönkre lesz szükségünk. Kavicsra az biztos, hogy szükségünk lesz. És hamarosan a ruházattal is el kell kezdeni foglalkozni. És itt hagytunk egy juharfatuskót. Túl vagyunk terhelve, nem baj. Hallakám. De szemét! Mondjuk, hogyha haladnék normálisan, akkor... Vagy hát a fejemben lenne anno füles normálisan. Nem kéne kímélni az egyik fülemet, lehet, hogy hallottam volna hamarabb, hogy merről jön, de... Ja. Mi öltük meg őt, nem ő minket. Ez a lényeg. Van még valahol. Wow, az hát wow. Ő tényleg ennek ilyen ízés az oldala. Lehet, hogy botér el kell szaladjak. Botot azt hoznunk kell. Lehet, hogy van itt bot. Egyen meg a fene! Vonyítasz itt. Hallom, hogy morog, de nem tudom, hogy hol van. És baltát is szerintem craftolnom kell. Nem lesz elég a rönk se, azt már most látom. Mindenképpen kellni fog egy vadász. Ó, ez csak bot kell, hála az Istennek. Még kettő kell. Meg 32 szalma.
Jó, számoltam. Négy tető. Vannak itt ugye bőrök, botok, céklamag, ugye ezt el kellett volna ültessem, de elfelejtettem itt a nagy építkezésbe, és rám köszöntött közbe a nyár. Igen, tehát tavasszal lehetett volna, úgyhogy így jártunk. Ebből kell kettő. Itt van részkés. Másunk nincs, oké. A szalmából meg kell 32. Talán. Oké. Hogy itt tudjuk az íjat készíteni majd. Ha az emlékeim nem csalnak. Ugye régen megvettem én is a játékot, amikor még Early Access volt. Nem! De szemét! Ja, rá kéne menjünk a rész dolgokra. Vagy a salapát négy is. Na mindegy, szóval régen megvettem is a játékot is, akkor mindig, amikor úgy volt kedvem, akkor elővettem. Akkor játszogattam, de... Na, és nem tetted be. A 8-asra a kalapácsot. Jó, figyeltem, hogy mindjárt elkopik. És akkor elmegyünk, veszünk föl egy férfit, meg egy nőt. Elvileg víz van, kaja van, tehát... Igen. Itt tudunk majd eszem húst szárítani. Aha. Azt hiszem 4-ért veszik a húst talán, de nem vagyok benne biztos, hogy 2-ért. És majd 4, hogyha már teljesen jók vagyunk. Szárított hús van nálunk, jó. Meg úgy is kajálnunk kell. Egy sózort, ezt megesszük. Sült hús. Nem, 8-ért veszik. Akkor 4-ért tudjuk eladni. Az végül is nem olyan rossz deal. Szerintem. Jó. Menjünk, béreljünk fel 2 embert. Közben, hogyha valaki lesz, vagy valami, valaki... Aha. Hello. Azért jók ezek a malacok, mert rád futnak. Ez a kődárda meg egészen inni. Hatásos ellenük. Persze, hogyha nem szökik meg. Gyere. Az egyiket felé dobtam szépen. Hallom, hogy itt vagy. Mutasd magad.
Lépjél le a dárdámmal. Oké. Hát ebből szedtünk ki bőrt is. Húst is bőven. Visszamennék megszállítani, lehet, hogy jó pénzre el tudnánk adni. 75 darab. Azért az nem rossz. 4-ért 75. Na. Ha 4-ért tudjuk eladni, persze. Ez csak az én gondolatomban, ja. Mert valamennyit meghagyunk magunknak is. Egy 10 darabot. Többit meg eladjuk. Így kell a pénz, mert most már kelleni fognak a cuccok. Meg kéne találni azt az dolgot, amiből jó pénzt lehet kicsikarni. És rengeteg lóvíra lesz majd szükségünk. Ugyanis 71 adót kell kifizetnünk, az még nem is olyan sok. Munkások 0 per 0, népesség 1, ételünk van bőven, vízünk is. Fa az, ami érdekes, épület, kisbirtok vagyunk. Piszkos vagy. Ugye ránézzük, milyen képességpont is van. Amúgy. Ruházatba is hamarosan ezért bele kell fetszölni a dolgot. Ő képességpontjaim is vannak bőven. A falakat szigeteljük majd. Műhely és kovács, ez kell nekünk egyenlőre. Ez szimpatikus. Kevesebb sebzést kapunk, az se lehet rossz, hogyha ilyen nagyobb dolgok ellen harcolunk. Aha. Ez itt nem. Ezt itt nem tudjuk micsoda. Vannak problémák. Hát ez akkora izé. Erre kéne rámenni. Ez se, hogy hívják? Ez se. Aha. Itt nem jó a fordítás. Vagy valami miatt ez itt nem oké. Legyen egyelőre a tapasztalati pont. Oké, vadászat. Halkabb lépés, ez nem rossz. Ezt kérnem. Ez jöhet. Ez is, és rá kéne venni majd utána a csákányra. Oké. Bocsánat, csak ezeket elfelejtettem elosztogatni. Mindig elfelejtem amúgy.
Ennél a háznál már jártam. Azt hiszem. Vagy nem. De szerintem itt jártunk. Ó. Vagy nem. Ezek szerint nem. Tele van pénzzel itt minden haló. Sör. Ott egy fejsze. Lopjuk a tojást. Elvisszük a sörös palackokat. Azok még jól jöhetnek. Egyszer majd. Ó, csak 23%-os. Azt hittem, hogy legalább jól. Jóféle. De nem. Igen. Semmi, semmi, semmi. Hús! Húsinyente. Só. Agyaktál. Na, ez nem rossz viszont, ebbe azt hiszem tudunk kaját csinálni majd. A búhely. Nincs más. Orbánc fű. Na, azt mondom, nem kell. Ezek szerint nincs. Összedegettünk mindent. Na, már megérte ide jönni. Láborszarvas. Kaland. Azok meg ott tehenek. Nem nagyon jártam még be amúgy a térképet, tehát hogy azért van még mit összeszedni, és akkor elvileg innen tudunk embereket fölvenni, ha minden igaz, igen. És... kellene találnunk ki itt a legjobb. Mint olyan, hogy vadász. Az ott egy szimpatikus fiatalasszony. Jága te? Travelers of this realm are drawn to the bonfires like moths, myself included. Szia. Travels are all very well, but I would love to finally put down roots. Maybe I'll start. I've been sober since last autumn. We'll work for food, and water, and some firewood, and the roof over my head, of course. Damn, am I too demanding? Good luck! Pedig te hármas vadász vagy. Sőt, minden egész jó vagy. Ki lenne jó favágónak? Hát ő az a baj. Én vagyok. Just a little bit of courage, and you'll find a wife. Ő szeret vadászni. Have a good day. De olyan kell nekünk, aki meg szeret még... Mit hívják, akkor is egy csávó. Jó, te velünk jöhetsz. Remek, ott találkozom, hogy miért kösz. I have a feeling we're not in the valley anymore.
Ah, there's nothing like the crackling of the cozy fire to make you forget you're sleeping outside today. Lemons, ez management, és akkor neked kéne házad biztosítsak. Egyszerű ház. Nem. Have you ever done any quest for the king? Munkahely, ez biztos, hogy vadász leszel. Ugye még nincs bent kés neki. Ilyenek nem lesz neki eszköz. Jó, 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 ne hisztizzél. Nyugodjál meg, attól megnyugszol. You know, I'm something of a village head myself. Saját magamat hogy tudom másik házba áttenni? I hope our king is going to reign as long as possible. But usually, the best ones live the shortest. You look as if you're carrying 100 logs. But where are they? In your pocket? Magamat hogy tudom áttenni? Az itt a kérdés. I'm an experienced traveler, but a shy one. I only travel. Azt már elfelejtettem. Hogy tudok kiköltözni. És átmenni egy másikba. Nothing is true. Everything is permitted. You know how it is with monarchs. Do what they say. But do not get too close to them. Jó, most ő még szomorú, de magamat hogy tudom átköltöztetni egy másik házba. Ah, itt van. Itt van, megvan. Okay. Nincs étel, nincs víz, nincs fa. De szerintem menni kéne amúgy. De mindegy. Kéne menni egy csávó, aki meg fát vág. Jó, favágót, viszont ahhoz el kell menjünk egy másik faluba. Szevasztok, de jó, hogy le most léptek le. The taxes here. Állj meg. How do you do? Only the best products here. Jó. Kis cuccaid vannak, add már nekem. Hagyaktál nem, nem. Bőr nem, az fog kelleni. Követse. Azt mondja, hogy a hús kellene. 85 darabot. A 340-et ad érte csak. Jó, nem baj. Ezt a két sült húst is elviheted a francba. A szárított húst többet ér amúgy, az 4-et ér. Elítettség főzet. Ez nem kell. Tojás maradhat, toll is. Ú, sörök. Ez mehet mind. Oké. Okay. Jó, 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 jó. Oké, okay, mehetsz, csak. Neked is. El kéne menjünk viszont egy másik faluba. Akkor. Vagy városba. De elmetnénk ide is. Akár. Az itt van közel. És akkor kell egy csávó, akit be tudunk tenni mellé. Aztán néztem meg hány éves a nő, mindegy. Elég messze van azért ez a város. Most így. És itt vannak a búzamezők. Oké. Okay. Hoppá. Én oda megyünk. Megint este lesz.
De van 1800 pénzünk, tehát ki tudunk fizetni mindent is. Most tudunk venni dolgokat. Lehet, hogy kéne csinálni egy kovács műhelyet, most farkas. De jó. Nem maradj, tűntél innen. Vadmalac, te is. És nem foglalkozok veletek. Hogy csak te hiányzol neked. Az baj. Nem. Szemét farkas, oda lettek a kőláncsáim. Passzus kulcs. És nálam volt a főzet is, szerintem meg kellett volna igyem. Volt szörnyet, hogy gyógyított volna rajta. Ha megiszom, akkor nem járunk így. Mindegy, most már késő bánat. Na mindegy, majd csinálunk kőláncset. Francba. Szexítuk. Blokkolva. Jó, jó, oké. Mind ránk köszöntött az éjszaka. Szóval lett a másik vége, haló? Ó, te szemét. Akkor egy láncsa legyen nálunk. Egy láncsa? Vadárda. Papiszkavas. Lesz mindjárt eladni való cucc. Csak meg ezt, nem esz meg minket semmi, talán.
Na vajon itt hol vannak a falusiak? Van egy vadász, azt látom. Ott voltak talán emberek. Kovács küldetés. Itt lesznek. Hello? Egy csávú kéne nekem, aki szeret fát vágni. Semmi más. Mindegyik kereskedő meg ilyenek. Persze itt is a csaja izé, hallod? Hát ne őrítsetek már meg. Hello there! De te is vadász vagy, hé, levágok, vagy kiások mindjárt. De most ez azt jelenti, hogy baromira elküldhetlek fát vágni? Jó, ő jól érzi. Jól érzi magát. Élelmiszer. Vadász. Ugye jól érzi magát a vadászat miatt. Elvileg. Kitermelés. Fáskamra. Na ezt kéne megtudni, hogy itt a fáskamrához mi kell. It's easy to talk with me. I just don't like conversations about the weather, crops, animals, children, politics. Jó. Hány éves vagy? How is life treating you? Gyere te. Remek, ott találkozunk. Okay. Oké, és akkor elvileg téged be tudok osztani a csaj mellé. Így van. Nagyon jó. És munkahelynek pedig megkapod a fáskamrát. Aha, jó. Oké, ott fog dolgozni. Állj, mert be kell nekik állítani, hogy mit is csináljatok ott. Ez vagy a fáskamra? Hát mondjuk úgy 100%-ba kéne rönköt hoznod. Ez mondjuk úgy jó lenne. Többit majd én megoldom. De mondjuk a rönk az nem lenne egy hátrány, tesó. Kösz. Igen. Vissza, és akkor a vadászat. Neked viszont kelleni fog cucc szerintem. Mondjuk hozzá 20%-ba húst. 20%-ba bört. Prémet. There is something hypnotizing about the fire. I had a dream in which we all had napi két húst, hogyha hoz, az jó. Két prémet fog hozni. 1,08 bőrt, ez kell is. Hozzá még akkor húst. Nyúzókés.
Nyúzók is kell neki. Az viszont nincs bent. És haza kell menjünk. Oké, cseh. Szevasztok. Kösz. Kösz, hogy itt lettem. Jó sötét is lett. Hol a haza? Jó messze. Hát, amit terveztünk, srácok, azokat megcsináltuk. Jó lenne még mondjuk kicsit felfedezni, meg ilyenek, de... Majd kell legközelebbre is valamit. Mondjuk a kovács műhelyet összepakolhatjuk. Tizennégy darab kő. Be neki bőven cuccot. Jó van, ne morogjál, mert mérgelődsz itt fölöslegesen. És utána jön. Ez baj. Az igen, kétszer is meghaltam, az komoly. Amikor levadásztam belőlük egy csomót, egyszer nem haltam meg, most meg kétszer is kinyírtak. A fáradtság? Vagy az, hogy béna vagyok? A farkas meg ügyesebb volt. Nagyobb volt a szkíje. Nesze néném, adok neked kést. Hol a kés? Legalább a kés, megcsináltuk a kést. Kőkés. Tessék. Tudsz dolgozni. Víz az elvileg van. Nekik kaja van betéve, úgyhogy elvileg nem kéne, hogy hisztizzenek. Megy is fölfele, tiszta boldogok, mindjárt tiszta happy-k. Nagyon jó. Oké. Azt mondtam, hogy ezt az utat itt visszük tovább. Tova. Igen, és akkor kellene ide egy épület. Termelés talán. Igen, kovács mű. Mondjuk így. Egyre messzebb kell menni a fákért.
Nézzed már. Hat rönk. Ez kevés. Ezt még gyors felhúzzuk, meg egy... barlangi túrát fogunk ejteni. Vagy bányászatot. 11. Hát ez még kevés lesz. Lehet, hogy bot is fog kelleni. Szalma. Milyen lassan borul ki a fa. Aha. Beef. Akkor a nagy darab út ez a fasz mégis alig adott valamit. A fenyő legalább ad. Nem az ember. Ezt szerintem simán felépítjük ebből a nyersanyagból. Csak ne fáradnánk ennyire. Szerintem sima meg lesz. Mennyi kell? 16 talán? Vagy 32? Most nem figyeltem. Botok maradnak. Bőr is. Almabort eladjuk, üvegtál maradhat. Viola. Nem, erőfőzet, ez csak 8-at ér. 5%-kal több sebzés. Ezt is. Rémet is. Részkés. Rönkök. Só. Tojástól. Orbánc fű. Sűsörös palackok. És kell nekünk szalma. És az a kérdés, 32 kell, vagy nem. Mindjárt kiderül. Akkor a tetőz mennyi is kellett volna, így van? Akkor a másikhoz is ennyi kellett. Nem figyeltem, mennyi rönköt ütöttem be. Elég lett volna, amúgy csak ránézek. Oké. Jó, ezeket nem kell kitanulni. Munkapad. Ezek a fából készült, itt vannak íjak is. Azokat ki tudjuk esetleg tanulni.
Kő. Kőkapa. És ez se kell, wow. Kivéve a kősarlóhoz. Ennek az ára 6, ez elég gyenge. Kőfegyverek. Kőhegyű nyílvessző. És nem mondod, hogy ezt ki kell fejleszteni. Kődárda. Jó, mindegy, ezt megvesszük. Kődárda ár az 40. Viszont kell hozzá vászont szérni, akkor ez nem éri meg. Igen. És az üllőnél részfegyverzet. Vászont szérna. Aha. Ez nem jó. Ez vas. Bronz. Réz. Rézeszközök. Kell hozzá egy bot, meg kettő részrúd. Hát az nem olyan jó díl szerintem. 130. Ez is 130. Bármilyen ez bot kell. És kisebb a súlya. Aha. Ez a kés lehet, hogy nem lesz olyan rossz. Mert ez csak botok kellenek, meg részrúd. Örünk. Ez 4 kell, ez nem jó deal. Ez se. Bronzhoz. 320 és egy bronzrúd, meg egy örönk. Jó, jó, nyugodjál meg. Ez nem olyan rossz, ez a bronz sarló. Egy rönk meg egy bronz rúdért. Mint pénz, kereseti lehetőség. Talán. Mi kell a kőcserkányhoz? Egy rönk, meg kő. Miért csapunk ki rönköt? Legyen nálunk szerintem. És akkor irány a bánya. Az pedig... Ott van. Szóval megy ez az ember amúgy. Sétálgat. Jó van, jó sétálgatás, szevasz. Szerintem majd vadászgatni fognak meg ilyenek, de... Ugye melléket ábra is mutatja, nem? Volt egy medve, azt hiszem. Vagy rosszul emlékszek. Vagy azokat meg a szemét farkasok. Hát, hogy rosszul emlékszek. Ugye eljöttünk ide a múltkor megnézni a bányát. Úgy emlékszem, hogy valahol itt állt egy medve. Vagy feljebb? Nem, itt van. Jó van, Maci Laci. Kettő is van.
Hogy ne. De visszhangzik ez a hely. Meg kell süketülni. Azért, mert de jó izét. Iszik az összes rezet, meg a tint, meg amit lehet. És hát az ónt. Ez só, vagy ez vas? Ez só. A vashoz azt hiszem kell a rendes bányát megépíteni. Nem vagyok benne biztos már abba sem. Jó teli lettünk azért, elég hamar. Ha, kaptunk sok követ, az kelleni fog. Réz van 14. Mond 11. Többet nem. Többet nem szedek ki. Megnézzük, mennyire jó biznisz az, hogyha legyártjuk ezt a sarlót. Sziasztok, nyufik! Na hát jól nézünk ki. A távolról tök jól néz ki a kis falu, ahogy alakul. Mondom, itt lesznek majd a búzamezők. Meg a tehenészet, meg ez a rész, gondoltam, és akkor emide pedig teljesen ott a, itt meg az ipar rész. Amoda meg ilyen kis városi, falusi házak, meg itt is lesz majd egy pár. Itt ezt a főteret meg fákkal akarom majd beültetni, de az majd még a jövő zenéje. És akkor majd mindent itt szépen bővítünk, hogyha még kell konyhát, meg ilyesmit letenni. Ha nagyon sokan leszünk, akkor legyen mindenkinek munkája bőven. Oké. Hoho. Több. 5 darabot csinálsz csak. Jó. Ez gyors volt. Réz. Ből pedig 7-et csinál. Igen. És akkor 5 bronzlód. Teljesen jó vagyunk szerintem. Van is nálunk 5 bronzlód. Az 5 olyan sarló. Volt. Még van réz is. Követ keresem. Tettük volna tényleg a hús, meg ezeket is ne cipeljük. Kilenc a víz. Jó. Szerintem tökéletesen működik a történet, amit kitaláltunk. Tojás, az se kell, azt se tettem ki. Toll is van nálunk, ónérc is van még. Alma bor 110-be kerül. Ja. Most csináljunk egy olyat, hogy bronzeszköz,
És szerintem ez éri meg a legjobban. Ja, nincs elég technológiai pontunk. A francba! Bakker! Nem volt rossz ötlet, de... De jó se. Ezt megvetjük. Meg is csinálhatjuk. A részkalapács az nem, a részfejsző az még jöhet. És akkor hol a részcsákány? Vagy nincs olyan? Csak vascsákány lesz? Vascsákány. Részből nincs csákány. Vagy bronzból? Bronz az van. De hát ez még technológiai pont kell, hé. Hú, bakker! Hát ez itt mindegyik szívás, mondhatni. Két rész rút kell. Én meg itt nagy lelkesen megnéztem, hogy vaj, majd így fog gyártani a szív. Aha. Szerinted. Ez nem úgy jött össze. Egy részkapánk az van, meg részfejszét esetleg tudunk még csinálni. Ónérc. A részben nincs is nálunk több. Hát jó. Akkor ez nem úgy jött össze, mint hogy a tervek voltak. Akkor csak rezet kéne kiszedjünk. Egyelőre. Akkor gyerünk vissza a bányába. Gyors, visszafutunk még egy körre. És akkor szerintem a részkés lesz az, amit fogunk gyártani. Meg részbalta. Meg ilyenek. Próbáljuk a medvéket elkerülni. Akkor csak a rezet szedem ki, semmi mást. Ó, basszus kulcs. Nagyon benéztem a dolgot. Nem figyeltem, hogy a tudományunk még nem állott. Pedig ötletnek nem lett volna rossz ez a bronzos cucc. Ez kell. Rész, csak rész, semmi más. Kő se kell, csak rész. Annyit szedek ki, amennyit bírok. Te mi vagy, ón, te maradsz itt most egyelőre. Rész. Ó, ne, nem. Nem, rész. Hát, hogy úgy voltam vele, ó, hát ez tök könnyű lesz. Pikpak. És nem. Nem kell, csak a réz. Ha!
Kívánt bánya. Csak ő. On. Te nem kell lesz. Milyen mélyre lehet itt menni, mert azt a mindenit. Itt lesz a vége. Utolsó kis köveket elhozzuk, de... Nem tudom, mennyire lehetett... Totálisan kifosztottuk ezt a bányát részügyileg. Nem tudom, mennyi rész jött ki belőle, de... Szerintem lesz egy pár részszerszám. Amit le tudunk craftolni, vagy is remélem. És megjöttünk. Azaz. 68 darab rész. Király. 13 darab kő. Nem sok, de osztunk az egy kis követ is legalább. Szóval van bent 55 darab kő. Nagyon jó. Gyűlik amúgy a rönk? Azt figyelte valaki? 44 darab van. Igen. Szavas Jauska, menj már innen! Kösz.
Tűzifát dobok már nektek, mert aztán csak hisztisztek, hogy nincsen. Legyen nem sok, de legalább valamennyi. És figyeltem úgy, hogy szerintem nem is volt betéve tűzifa. Nézzük csak a menedzsmentet. Technológia. Azért haladunk szépen. Itt még viszont tudunk majd különböző dolgokat feloldani. Egyszerű ház. Fás kamra. Van hordó láda, tűzifa kupac. Anyagraktár és kút. Madárcsapda. Tudnak ugye a különböző főzetek, majd ezt is meg kell építenünk. De az majd következő... tavasszal. Tavaszra, inkább így mondom. Igen, ezt itt benyeltem. 70 darab céglet kellett volna leszállítani a kis csávónak. De ugye nem ültettem el időbe a dolgokat. Úgyhogy erre majd figyelni kell. Oké, okay. Tűzifa fogyasztás. Jelvileg van elég. Oké, okay, most már boldogok mind a ketten. Az egyik 28, a másik 24 éves. Dölgöznek, szorgalmasak. Kis mélyecskék. Miért, hogy így nem tudom. Arrinc négy darab lesz belőle csak. Az nem sok. Oké. Okay. Ez viszont rönkö kellene, rönköcske. Ez meg bot. Párat gyártunk. Használom ezeket a baltákat is. Balke. Ez kellett volna még agyonüt. Szóval elhasználom ezeket a baltákat is, innen most már csak a részből készült eszközöket fogunk használni. Meg azt kapnak az emberek is. Vagy négy balta? Az úgy jó lehet, ha négy baltát veszünk. Veszünk, csinálunk.
Négy. Négyet légy szíves. Igen. Meg ebből is csinálj vagy négyet. Hármat, három elég. Oké. Szabóház, ez az. A részkist elvisszük, betesszük a vadásznak. Reméljük fogjuk használni, vagy fogja használni. Ők is, még van neki kettő. Teszünk neki kettőt. Mondjuk ennek az ára 130. De elég jól tartós is, 30-as a sebzése. Oké, a rézrudak. Ezt gondolt, hogy hagyhattuk volna. Mindegy. Betesszük a baltát Jóskának. Csak egy kőbaltája van. Kap hármat. Ennek 260 az értéke. És 150 a tartósága. Meg 20 a kitermelése. Sebzése is nagyobb, jó? Nyomassad, tesó. Kettő, 60. Ah, csak ez 4 rézrúd. És 1 rönk. Ezek érik meg jobban. Itt ezek. És se lenne rossz amúgy. Most nem tudom, hogy csinálják-e még kapát. És adjuk el a kapát, vagy a kést. És akkor legalább elhasznált közét, meg csináltunk egy kis pénzt. Ezek maradnak nálam. A részkapát eladjuk. Meg 6 darab részkést. Rönköt kitesszük. Botokat is. Jók lesznek itt is, mert hogyha kelleni fog. Tól szárított hús érme vászonnadrág. Oké. Hát ezekkel majd elszaladhatunk a kereskedőhöz. Csak felszabálom magam. Kipakolom a tollat. És akkor így már a srácok, ennyi lett volna, ez egy picit hosszabb részlet, úgy itt a elkészített dolgok miatt. Remélem legközelebb, mire találkozunk, addigra tovább fejlődik a falu, és több házat meg mindent fogtok itt látni. Illetve itt el fogom kezdeni beültetni az egyik fasort, meg amoda a másikat. És akkor mondom, itt lesz egy ilyen közösségi tér jellegű. Meg amoda lesz meg, hogy szerintem még házak. Meg lehet, hogy majd a gazdaságot is megcsinálom addigra. Majd még meglátom. Úgyis most ránk esteredett, a nyár közepe van. Oké. Okay. Halló? Lusta vagy, mint az állat. De legalább izé, jók a hangulatok. Úgyhogy elvileg van minden nekik biztosítva, úgyhogy ketten már itt élnek. Úgyhogy innen fogjuk fiúk, lányok folytatni. Ugye ez elvileg az én házam, az pedig az övéké. És akkor itt még majd kell kialakítani minél
Jöttél ki a bokorból, még miért meggyújtad? Majd kell kialakítani minél több mindent, és akkor... Szerintem... Idáig lesznek házak. Itt meg már majd jön a... Hát nem. Majd innen jön a gazdaság. Itt még majd, ide még egy házat leteszünk. Kis cölöpökön, hogy itt áll a házikó. Na! Jó, a fiúk, lányok úgyis beesteledett, úgyhogy nem nagyon látunk semmit. Én köszönöm szépen a figyelmet, és akkor további kellemes napot nektek. Várlak vissza a legközelebb is. Harjali, sziasztok!